Jó napot kívánok! Komáromi Zoltán vagyok, a Demokratikus Koalíció egészségügyi szakpolitikusa. Az utóbbi napokban nagyon sokunk számára nyilvánvalóvá vált, hogy a kormánypropaganda nem pótolja a kormányzást, nem pótolja a járványügyi teendőket, nem pótolja az oltóanyagot. Amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy térítésmentesen, ingyenesen valamennyi magyar állampolgár hozzájuthat az influenza védőoltáshoz, tisztába kellett vele lenni, hogy a védőoltás gyártása Magyarországon befejeződött. Ez egy olyan technológia, hogy júliusban, általában augusztus elején befejeződik a gyártás, utána már csak az oltóanyag kiszerelése és engedélyeztetése és egyéb papírmunkák vannak hátra, de ha a kormány komolyan gondolta volna, hogy valamennyi magyar hozzájuthat a térítésmentesen a védőoltáshoz, akkor ez ügyben március-áprilisban kellett volna intézkednie. Felkeltették az érdeklődést, és a házi orvosokhoz kevesebb oltóanyag jutott el, mint tavaly előtt, amikor ugyanis nem volt igény az influenza elleni védőoltásra, de ez a tavaszi koronavírus járvány mindenki számára egyértelművé tette, hogy ez egy veszélyes betegség, és egy influenzával kombinált koronavírus fertőzés sokkal veszélyesebb mindenki számára, nem csak az egészségesek, hanem az idősek, a krónikus betegek számára súlyozottan. A házi orvosok térítésmentesen adják be évek óta ezt a védőoltást a 60 éven fölülieknek, a krónikus betegeknek, a veszélyeztetett munkakört ellátó feladatot ellátó gépkocsi vezetőknek, egészségügyi dolgozóknak, szociális szférába dolgozóknak és a várandósoknak. Ezzel, hogy az múlt héten a kormány gyakorlatilag felvásárolta az itthon még elérhető 100 000 ampulla 4 komponensűt, ráadásul olyan kommunikációba fogott, hogy ez a védőoltás mintha jobb lenne a 3 komponensűnél, ezért rengeteg konfliktust tulajdonképpen leszorított a házi orvosok és a betegek közti szintre. A házi orvosoknak kell egyenként elmagyarázni mindenki számára, hogy a 2 oltóanyag egyforma, kizárólag a 1,5 és 3 év közötti gyerekeknél van különbség, őket csak a 4 komponensűvel lehet beoltani, de a várandósok és a betegek ugyanúgy megkaphatják bármelyik védőoltást, mert mind a kettő ugyanolyan hatékony, egyszerűen el kell olvasni az alkalmazási okiratot, ami egyébként egy hivatalos dokumentum, és ebbe ez benne van. Az, hogy mindenki számára ingyenes tették a védőoltást, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a házi orvosoknak kell ebből a kevés oltóanyagból balanszírozni, egyensúlyozni, hogy a valóban betegei, a valóban indokoltan megkapják ezt a védőoltást, viszont nem küldhetik el a fiatalabb és egészségesebb betegeket sem, mivel nem tehetik meg, hogy nem oltanak be egy olyan embert, aki őnáluk ezért jelentkezett. Orbán Viktor ezzel a szeptember 11-i kijelentésével, mármint hogy ingyenessé tette a védőoltást, ezt utána egy kormányrendelet is megerősítette, akár azt is bejelentette volna, hogy ingyenes lett a Népszabadság, mert hogy ugyanúgy nem lehet hozzájutni a Népszabadsághoz, mint az influenza védőoltáshoz. A Demokratikus Koalíció szerint felháborító, hogy a kormány még arra is képtelen volt, hogy a járvány közepén az influenza oltásból elegendő mennyiséget szerezzen, nem volt előrelátó, látszik, hogy kapkodnak, látszik, hogy improvizálnak, és ez óriási veszélyt jelent minden magyar ember számára. Az, hogy a koronavírus terjedése mellett az influenza szezon is el fog kezdődni december elején, ez azt fogja jelenteni, hogy a koronavírusban megfertőződött betegek mellett rengeteg influenza vírus miatt megbetegedett beteget is el kell látni a kórházakban, és látjuk azt, hogy a kórházi kapacitás pontosan a kórházi dolgozóknak a szűkös létszáma miatt nem megoldható úgyse, hogy egyik helyről másikra vezényelnek szakembereket. Én úgy gondolom, és a Demokratikus Koalíció is úgy gondolja,
hogy a kormány alkalmatlansága most már az emberek egészségét veszélyezteti, és valamit tenni kellene az ügyben, hogy egyrészt az emberek hozzájuthassanak a számukra fontos védőoltásokhoz. Ha a kancellária miniszter és a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár el tudta mondani azt, hogy ők be fognak szerezni védőoltást, akkor lássuk, hogy ez hogy fog történni, mert sajnos az a tapasztalat és az az információ, hogy patikai forgalomban idén nem lesz influenza elleni védőoltás, vagy ha lesz, akkor 11-12 ezer forintos áron lesz, külföldről behozva a nagykereskedőkön keresztül, mert ott ennyi az ára, ezt kell kifizetni, és ez felháborító, hogy akkor a 3000-3800 forintos ár helyett ennek a háromszorosát kell megfizetni az embereknek. Köszönöm a figyelmet!